Nincs már mérgező anyag a fővárosi illatos úton. Minden veszélyes hulladékot elszállítottak a budapesti vegyi művek telephelyéről. A kármentesítésről még nem született döntés. Szakértők szerint több méter mélyen talajcserére lenne szükség a környezetszennyezés teljes felszámolásához. Veszélyes hulladék már nincs itt a területen. Elmúlt a közvetlen veszély a budapesti vegyi művek illatosúti telepén. Majdnem 2500 tonna vegyi anyag szennyezte a környezetet évtizedeken keresztül. A feladatra 1 milliárd 660 millió forintot költött a kormány. Ezt a tulajdonosoknak, illetőleg a tulajdonosokon keresztül a felszámolónak kell majd állni. Az állam át fogja ezt az összeget, mint ahogy ezt mondtuk is, hárítani azokra, akiket a kötelezettség terhelt volna. A kormány megbízott szerint bonyolult a tulajdonosi kör, a fővárosnak majdnem 20%-a van a társaságban. Tarnai Rihárd azt mondta, a közigazgatás átalakítása miatt lehetett fél év alatt felszámolni a környezetszennyezést. A botrán kirobbantó Baranyi Krisztina szerint azonban a Greenpeace és a média is segített. Az égetés már zajlik Dorogon, Győrött és Tiszaújvárosban, illetve külföldön. Ezután következik a kárfelmérés. Ennek költségét 160 millió forintra becsülte Tarnai Rihárd. Ezt követheti a kármentesítés. Ugye itt 5 és 7 milliárd forint közötti összegeket emlegetnek a szakértők, de valójában senki nem tudja, hogy milyen mélységben, milyen anyagok szennyezték mind a telepet, mind pedig a környező lakott területeket ez alatt a 140 év alatt. A budapesti vegyi művek felszámolás alatt áll 2008 óta. A Greenpeace azt kéri a kormánytól, hogy az egykori BVM területén mielőbb megvalósuljon a teljes, a talajt és a talajvizet is érintő kármentesítés, és követeljen valódi pénzügyi garanciát a veszélyes anyagokkal, technológiákkal dolgozó cégektől a szennyező fizet elv alapján.